Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Szerelem, párkapcsolat, szeptember. Augusztus 29-től szeptember 23-áig a Vénusz, a szerelem bolygója, a mérlegben lesz. Ez nagyon jó, mert ő nagyon jól érzi magát a mérlegben, hiszen a Vénusz a mérlegnek a bolygója. A Vénusz maga a szerelem, maga a szépség, maga a pénz is. Viszont szeptember 23-ától október 17-ig a Skorpióban lesz. Tehát lesz itt szenvedély. Nos, hát most is érdemes három kirakást nézni, a napjegyet, az aszcendenst, és a hold jegyet is. Kos. Nos, hát érdekesen fognak itt alakulni a dolgok, szerelmesen fognak itt alakulni a dolgok. Hát igen, szeptember 23-áig a Vénusz a hetes házat fogja itt erősíteni. A hetes ház a partnerek háza, a szerelmi partner, a házastárs. Hát bizony, hogy ők ide tartoznak. Szeptember 23-ától, amikor a Vénusz belép a Skorpióba, akkor a 8-as házat fogja erősíteni itt a Vénusz. 8-as ház, misztikus ház, de 8-as ház maga a szexualitás is. És a Skorpió, hát igen, itt egy kicsit mindenki egyébként olyan lesz, mint a Skorpió, tehát ez a szexiség azért megjelenik. Na de nézzük az egyedülállóknak, mit mondanak a kártyák. Ez vízenergia, ez pozitív vízenergia. Valakinek teljesül a kívánsága. Gyermekáldást is mutat ez a kártya, ez plusz információ valakinek. De ez lehet új szerelem, tehát a kezdés kártyája is. Persze ez milyen kezdés? Hát még ilyen bimbózó szerelemről lehet itt szó, még csak éppen, hogy elkezdődik. Olyan partnerünk lehet, aki ilyen kicsit gyerekes, fiatal partnert kaphatunk. Olyan partnert kaphatunk, aki még nem tud olyan csodálatosan udvarolni. Még olyan kicsit ilyen kis, hát kicsit olyan szerencsétlen a szerelemhez, de nagyon tud igyekezni. Nagyon szeretne szépen bókolni. De egyébként pozitív kártya. A bók, igen, az is ide tartozik. Nos, megyünk tovább, a stabil párkapcsolat. Na, mi van itt? Az uralkodó, a kosnak a kártyája ráadásul. Ez nagyon megbízható kártya. Az uralkodó megbízható, ad stabilitást. Lehet rá számítani. Tehát a problémákban segít, a problémák megoldásában segít ez az uralkodó. Tehát a párkapcsolatban határozottan azt fogjuk érezni, hogy én nem vagyok egyedül, hogy a párom tényleg segít nekem, tényleg odafigyel rám, tényleg egy párt alkotunk. Ez nekem nagyon tetszik. Hát, mi lehet még itt? Felelősségvállalás, ha valaki esetleg nem hivatalos kapcsolatban van, úgymond, akkor ebből lehet hivatalos kapcsolat. Tehát lehet egy hivatalos házasságkötés is egyébként, lehet. De virágzó szerelem. Na de megyünk tovább. A bonyolult párkapcsolat. A nulla, a bolond. A bonyolult párkapcsolat, hát ez a kártya tud ilyen kaotikus kapcsolatot adni nekünk. Tud. Tudunk olyanok lenni ebben a párkapcsolatban, hogy... Jaj, de jó, és semmi és senki nem számít, mert a bolond az ilyen, az beleugrik a
a hülyeségbe, a bizonytalanságba, vagy egyszer csak gondol egyet, és ez neki kell, és ez neki jó, és akkor ebbe beleugrik. Viszont a bolond, hát nem mindig megbízható. Nem mindig. Nem komoly a bolond kártya. Én szeretnék húzni még plusz kártyákat. Én még valamit érzek itt. Valamit érzek. Ott az uralkodónál én már valamit éreztem. Nos, nézzük. Valamilyen titok van itt. Valamilyen titokzatosság. Na nézzük, jó ez vagy nem? Egyébként jó. Egyébként jó. 9-es kelyhek, ez boldogság. Ott a katicabogár, tehát teljesül. A kívánságunk a katicabogár az mindig egy fantasztikus jel. Bárhol látunk katicabogarat. Tehát itt a kelyhek megtelnek boldogsággal, van itt boldogság, van itt romantika, van itt szerelem. Ez csodálatos. Hát tényleg kellett nekünk ez a kártya. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Bika! Nos, hát a Vénusz a ti bolygótok is. És szeptember 23-áig a 6-os házat fogja erősíteni, ez viszont a munka, ez viszont az egészség, a betegség. Lehet, hogy a munkahelyünkön megtaláljuk a szerelmet. Lehet, hogy lesz egy viszonyunk a kollégánkkal. Ki tudja. Nos, az egyedülállóknak. Ja igen, és 23-ától viszont a 7-es házat fogja erősíteni, ez viszont a partnereknek a háza. A házastárs ide tartozik, a szerelmi partner. Na de nézzük csak, milyen kártyát kapunk itt. Tűzenergia, tehát van itt szenvedély, és ugye a Vénusz, amikor belép a Skorpióba, akkor bizony, hogy lesz ott szenvedély. Nos, 3-as és tűzenergia. 6-os ház 23-áig egészség, betegség, és ez a kártya azért ilyen egészséges állapotot mutat, boldogságot mutat, de valamiért, amikor megpillantottam ezt a kártyát, ahogy kihúztam, valamiért, amit rögtön megéreztem, az a szerelmi háromszög volt. Hogy megláttam, hogy három férfi van a kártyán, mondom, ó, hárman lehetünk a párkapcsolatban, szerelmi háromszög. Tehát ez volt a legelső. Nos, na nézzük csak. Viszont ugye itt van a hölgy, és körülötte három férfi, lehet, hogy a hölgy, ennek a hölgynek lesz miből válogatni. Tehát micsoda gabalírok vannak itt. Nem is egy, nem is kettő, hárman vannak. Lehet akár ezzel, vagy ezzel, vagy ezzel elkezdeni egy kapcsolatot. Milyen érdekes a dolgokat érzek én itt. Na nem baj, húzunk majd még egy kártyát. Nos, megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Mit mutat nekünk? 2-es, és ez föld energia, ez a ti energiátok, ez egy jó kis pozitív kártya. Egy ilyen vidám időszakot mutat, vagy ilyen zavartalan időszakot mutat. Egyensúlyban van a párkapcsolat. Van itt harmónia. Vénusz energiát kaptunk, ez is tetszik nekem. Megyünk tovább. Bonyolult párkapcsolat, ez viszont levegő energia, ez viszont ász. Kardok, kommunikáció, beszéd. Lehet, hogy meg tudunk oldani egy problémát, valamit meg tudunk beszélni, meg tudunk egyezni, vagy kompromisszumra jutni. Egy megoldást találhatunk. Igen, egy okos megoldást, mert a kard maga az ész. Maga az ész. Viszont, ami nekem még tetszik, ez az ász maga az erő. Tehát, ha mi nem akarjuk ezt a párkapcsolatot, akkor itt van ez a kard. Ezt lehet használni.
Ez a kártya maga az erő, tehát lesz elég erőnk megszabadulni ettől a köteléktől. Tehát ezzel a karddal meg tudjuk magunkat szabadítani, el tudjuk vágni ezt a köteléket. Ez viszont tetszik nekem. Nos, akkor húzunk még egy kártyát. Egy kártyát húzunk csak. Ez egy ilyen közös kártya legyen. Na, mi van itt? Ez csodálatos. Ez a diadalszekér. Ez csodálatos. Ez előre menetel, előre haladás. Ez pozitív kártya. Lehet, hogy együtt valahova elutazunk, egy pár napra kikapcsolódni, vagy nyaralni szeptemberben, miért is ne, együtt. Vagy együtt összeköltözünk, ez is lehetséges. De ez nagyon jó kis pozitív kártya. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Ikrek. Szeptember 23-áig a Vénusz az ötös házat fogja erősíteni. Az ötös ház minden, ami boldoggá tesz minket, az ide tartozik. És ide tartozik a szerelem, a romantika, a párkapcsolat, a harmadik fél is, tehát a szerelmi háromszög is, az is ide tartozik. Szeptember 23-ától viszont a hatos házat fogja erősíteni a Vénusz. A hatos ház például maga a munka, maga az egészség, a betegség. Munka a munkahelyünkön például megtalálhatjuk a szerelmet. Vagy ugye egészségbetegség, akár egy ilyen toxikus szerelem is lehet. Erre is érdemes odafigyelni. Na de nézzük, az egyedülállóknak milyen kártyát kapunk. Kettes tűz energia. Kettes. A kettes az döntés. Mi legyen? Tehát először is magunkban kell egy picike rendet tenni, hogy akarok egyáltalán most pár kapcsolatot? Készen vagyok erre? Lehet, hogy még nem, lehet, hogy még ott vannak a régi sérelmek, fájdalmak, lehet, hogy először érdemes ezeket lezárni. Ezen kell még egy picikét dolgozni. Húzunk mindjárt még egy közös kártyát. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Ez karmikus kártya, ez nagyon erős. A Plutónak a kártyája, a feltámadás. Lehet, hogy ha azt érezzük, hogy kihűlt a szerelem, akkor ez a szerelem egyszerűen újra feltámad. Karmikus kapcsolat, karmikus szerelmi párkapcsolat. Ez nagyon erős. Második esélyt kaphatunk. Kvázi. Ez nagyon erős. Megyünk tovább. Bonyolult párkapcsolat. Ez viszont az uralkodó erős tűzenergia, tehát ilyen erős tűzenergiát kaptunk itt mindenhol. Nos, az uralkodó ad nekünk biztonságot, ad nekünk stabilitást, de ez az uralkodó azért lehet zsarnok is, tehát a negatív oldala, a zsarnokság, a féltékenység. Túlzottan féltékeny lehet, manipulátor, tehát ilyen nyomasztó lehet, folytogató lehet már a szerelme. Hát ezt már mindenki maga dönti el, hogyha tényleg ilyen párkapcsolatban van, hogy vajon kell ez nekem. Nem hiába a hatos ház lesz itt érintett, az egészség és a betegség. Egészséges ez a párkapcsolat, vagy nem egészséges? Jó nekem, vagy éppen ez toxikus? Erre érdemes lesz odafigyelni. Na, még egy kártyát húzunk, egy darab, egy ilyen közös kártya. Legyen nagyon erős kártyákat kaptunk itt azért. Nem semmi, ez is nagy arkánum, ez a remete. A remete szeret elvonulni, szeret
magába nézni, szeret elvonulni, és szeret, hogy is mondjam, megérteni, hogy mit akar valójában. Hogy mi az, amire vágyik, mi az, amit szeretne. Tehát ez az önismeret. És nem hiába mondtam, hogy érdemes egy picit magunkba nézni, hogy tényleg jó nekem ez a párkapcsolat, vagy nem. Jó dolgokat kapok ettől a párkapcsolattól, vagy toxikus dolgot kapok. Nos, hát a remete ilyen, ott van a lámpás a kezében, tehát ő megtudja az igazságot, akár egy titkot is megtudhat. Ha a párunk valamit eltitkol, akkor fény derülhet arra a titokra, tehát kideríthetjük. Na de tényleg a remete olyan, hogy elvonul, és magába néz, megérti, hogy mit is akar ő valójában. Úgyhogy lehet, hogy érdemes ezt tenni. Érdekes. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Rák. Nos, hát itt érdekes dolgok vannak, és izgalmas dolgok vannak, mert a Vénusz szeptember 23-áig a négyes házat fogja erősíteni, ez viszont a ráknak a háza, az otthon, a család ide tartozik. Lehet, hogy pont az otthonunkban, a liftben valakivel megismerkedünk, vagy egy családi eseményen valakivel megismerkedünk. Szeptember 23-ától viszont az ötös házat fogja erősíteni a Vénusz. Az ötös ház minden, ami boldoggá tesz minket, az ide tartozik, és ide tartozik, igenis, a szerelem, a romantika, de a szerelmi háromszög is. Nos, nézzük az egyedülállóknak. Az egyedülállóknak, ó, az ördöglány. Imádom ezt a kártyát ebben a kártyapakliban. Amúgy is szeretem ezt a kártyát, mert van pozitív oldala, és a pozitív oldala nagyon erős. Nos, hát van itt valamilyen ördögi dolog. Kezdjük a negatívummal, vagy a pozitívummal? Nos, legyen a negatívum. Tehát az ördög nem alszik. Lehet egy ilyen csábító ajánlat, egy ilyen csábító ördögünk, ördöglányunk megkörnyékez minket óvatosan. Tehát ha megjelenik az ördög, azért legyünk óvatosak. Legyünk óvatosak. Az ördöghöz hozzátartozik a nagy buli, a fesztiválok például. És ugye minden, ami boldoggá tesz minket, ötös ház, azért a buli is itt van. Az ördög, hát adhat nekünk ilyen nagyon nagy szenvedét, főleg amikor a Skorpióban lesz a Vénusz. Tehát egymásba gabajodhatunk, igen. De az ördög adhat nekünk ilyen beteges kapcsolatot, bizalmatlanságot, féltékenykedést adhat. Úgyhogy hát ez ilyen 50-50%. Jó? Óvatosan. Lehet, hogy egy fesztiválon valakivel megismerkedünk, és ez jó lesz, de nehogy egy ilyen csaló legyen az a bizonyos valaki. Hát azért vigyázzunk. Nos, megyünk tovább. Milyen érdekes kezdés, milyen izgalmas kezdés. Stabil párkapcsolat. Ez apród, ez kommunikáció, ez beszélgetés, ez vita, ez veszekedés. Úgyhogy lehet itt valamilyen félreértés, szócsaták lehetnek. Tehát ez az apród szeret úgymond vihart keverni, kavarni maga körül. A gyermekek kártyája is egyébként. Lehet, hogy a gyermek miatt lesz az a veszekedés. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat megvolt, akkor bonyolult párkapcsolat. Na mi van itt? Bonyolult párkapcsolat, a csillag, az egyik kedvenc kártyám.
Hát ez a remény csillaga egyébként nagyon pozitív kártya, nagyon csillogós, ragyogó kártya. Teljesülhet a kívánságunk. Ez egy ilyen csillagos szerelem lehet ilyen. Szerencsés csillagzat alatt álló szerelem, párkapcsolat lehet. Ez viszont pozitívum, pozitívum. Nos, hát húzunk még egy kártyát. Ilyen ördögi kártyával kezdtünk, tehát egy ördögi kártyával meg tud minket zavarni ez az ördög, igen. Nos, kettő darab királyt kapunk. Az egyik az föld energia, a másik az tűz energia. Mind a kettő kártya nagyon pozitív. Az egyik, erre a királyra azt szokták mondani, hogy ő az a férfi, akihez hozzá kell menni feleségül. Tehát lesz mellette biztonság, stabilitás, pénz is. Tehát vigyázni fog ránk. Nagyon gyakran ez a férfi bak, vagy bika, vagy szűz. A másik, ó, hát van itt szenvedély. Tehát ezt a párkapcsolatot, még ha nem is fog sokáig tartani, nem fogjuk elfelejteni. Tehát ilyen ez a király. Ezt a királyt nem lehet elfelejteni. Főleg, hogy ott az ördög is, hát nem sem, ide teszem ezeket a királyokat. Legyen pozitívum. Legyen pozitívum. Ha netán lesz itt valamilyen vitaveszekedés, egy ilyen királlyal, ez a király egyébként lehet kos oroszlán, vagy nyilas, akkor legyen békülés. Legyen? Legyen. Egy pillanat. Hát azért még van itt egy pár kártyapakli az asztalomon, mert ugye folyamatosan dolgozok itt. Nem semmi. Itt is van egy apród gyermek például, de amit csinál ez az öreg asszony, nézzük csak, szurkálja azt a vonú babát. Tehát van itt valamilyen negatívum, valamilyen irítség, valamilyen szurkálódás van a hátunk mögött. Lehet ennek a királynak valamit fognak mondani rólunk, vagy ennek a királynak. Tehát van itt valamilyen rossz indulat. A rossz indulat, irítség, akár annál is több. Valamilyen kuruzslásféle. Na most, ha valaki ilyesmivel próbálkozna, csak úgy játékból, viccből, nem ajánlom. Nem ajánlom. Nem ásszunk bele olyan dologba, amihez tényleg nem értünk, és az viszont veszélyes lehet. De ez egy külön terület. Nos, hát itt van ez a szurkálódás. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Oroszlán. Nos, hát szeptember 23-áig a Vénusz a hármas házat fogja erősíteni. Hármas ház a kommunikáció, az utazás, a tanulás, a továbbképzés, a jogosítvány is ide tartozik. A szomszédok, a testvérek ide tartoznak. Lehet, hogy több kommunikációnk lesz, lehet, hogy többet fogunk valakivel beszélni telefonon, több üzenetet fogunk kapni valakitől. Lehet, hogy elmegyünk valahova tanulni, és ott valakivel megismerkedünk, és összejövünk. Lehet, hogy az új szomszéddal összejövünk, ez is lehetséges. 23-ától viszont a négyes házat érinti a Vénusz, ez viszont az otthon, a család. Lehet egy családi eseményen valakivel összejövünk? Hát igen, lehetnek itt izgalmak. A hármas ház, az utazás, lehet, hogy elutazunk valahova például, és ott megismerkedünk valakivel, vagy éppen a vonatban. Izgalmas.
Nos, az egyedülállóknak, ó, micsoda kártya, micsoda szenvedélyes kártya, nagyon erős szenvedélyes tűz energiát kaptunk, ez maga az ász. Ez maga az ász az egyedülállóknak, tehát ez pláne kezdés, új szenvedély, tehát itt a lehetőség, izgalmas találkozás. Nos, ez tetszik nekem. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Stabil párkapcsolat, 8-as, ez viszont a Vénusznak az energiája, ez föld energia. Mutat itt, hogy is mondjam, hát egy problémát megoldhatunk itt együtt a párunkkal, de hát így fokozatosan megoldódhat egy probléma. Ez a kártya mutat értéket, tehát amikor értékelnek minket, amikor megbecsülnek minket, nekünk is érdemes megbecsülni ezt a párkapcsolatot. Megyünk tovább. Egyébként a tanulók kártyája is, tehát érdemes tanulni, továbbképezni magunkat, és a hármas ház is ilyen, ez egy kis kitérő, megyünk tovább, bonyolult párkapcsolat, és ez is szenvedélyes kártya, és ráadásul az oroszlánoknak a kártyája, ott az oroszlán, egy ilyen gyönyörűséges oroszlán, hát én imádom az állatokat. Nos, tehát nagyon szenvedélyes kártya, tehát lesz itt szenvedély. Bizony, bizony. Azért szerettem ezt a kártyát, mert maga az erő, és ez ilyen lelki erő. Ez akarat erő. Ha netán meg akarunk szabadulni egy ilyen bonyolult párkapcsolattól, akkor lesz hozzá bátorságunk, lesz hozzá erőnk ezt végigcsinálni. Húzzunk még egy közös kártyát, hogyha már elkezdtem itt a kosnál, akkor most már mindenki kap egy kártyát. Ó, micsoda kártya! Ez maga a főpapnő, a legmisztikusabb, a legtitokzatosabb kártyát megkaptuk. Ráadásul a dobozkán is ő van. Tehát van itt titok, valamilyen titok, amit érdemes megtudni. Lehet, meg is tudjuk. A legtitokzatosabb kártya. És ez az ász is adhat gyermekáldást, és ez a kártya is néha mutat gyermekáldást. Mutat. De elsősorban titok. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Szűz! Szeptember 23-áig a Vénusz a kettes házat fogja érinteni, a kettes ház viszont a pénz. A Vénusz is pénz, tehát nem csak szerelem, a Vénusz pénz, szerelem, szépség, finomság. Nos, tehát kettes ház pénz, az értékeink, de az önértékelésünk is. És itt történhet valami, és a szűz rájöhet, hogy ő többet ér, hogy ő értékesebb, hogy nem eléggé értékeli őt valaki. Bizony-bizony, szeptember 23-ától viszont a hármas házat érinti a Vénusz. A hármas ház a kommunikáció. Több lehet a kommunikációnk. Többet beszélhetünk valakivel telefonon. Valakitől több üzenetet kaphatunk, például szerelmi üzenetet. A hármas ház a tanulás. Lehet, hogy elmegyünk valahova tanulni, és ott valakivel megismerkedünk. Az utazás is a hármas ház. Lehet, hogy valahova elutazunk, és ott valakivel találkozunk, vagy éppen a vonaton valakivel megismerkedünk. A szomszéd is ide tartozik, a testvérek is ide tartoznak. Lehet, hogy a testvérünknek az egyik ismerősével összehoz minket a sors, vagy egy új szomszéddal. Na de nézzük csak. Tehát az egyedülállóknak
Az egyén, hát ez csodálatos kártya, ez hármas, ez kelyhek, ez boldogságos, csodálatos, pozitív víz, energia, ez öröm, ez pesgőbontás, ez a kártya azt üzeni, hogy valamit meg fogunk ünnepelni, valamilyen csodálatos dolgot, és ez simán lehet új szerelem, szerelmi boldogság. Tehát ez nagyon-nagyon pozitív kártya. És ha szerelemről beszélünk, akkor nagyon gyakran a végeredmény az viszont esküvő. Tehát ez a kártya mutat esküvőt is. Megyünk tovább. Lehet, hogy a testvérünk esküvőjén valakivel összehoz minket a sors. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Királynőm. Ez lehet egy vetétársnő, királynő, de ez a királynő lehet maga a szűz. És mert föld energiát kaptunk. Nos, ha ez a királynő nem szűz, akkor lehet vetétársnő, vagy valaki, aki értékes tanácsot adhat nekünk. Megmutathatja nekünk az igazi értékünket. Szűz, bika vagy bak lehet. De nem hiába, ugye a kettes házat érinti itt a Vénusz. A kettes ház, ugye maga a pénz, az értékeink, az önértékelésünk, és ez a kártya a szűznek a kártyája is. Tehát a szűz rájöhet tényleg, hogy ő értékes. Rájöhet arra, hogy nem eléggé értékelik. Milyen érdekes. Még fogunk húzni egy kártyát. Nos, és a bonyolult párkapcsolat. Kettes. Van itt tűzenergia. Kettes választás. Egyébként nem csodálatos kártya, ha szerelemről van szó, mert azt üzeni, hogy hiába van partnerünk, egyszerűen azt érzi az ember, hogy mégis egyedül van. Hogy nem eléggé értékelik. És megint ugye ez a kettes ház, hogy mennyire erős. Hát szinte egész szeptember erről szól. Kettes ház, és egy kettest húztunk. Na nézzünk csak még egy kártyát. Az év kereke mit mond nekünk. Na nézzük, mi lehet itt. Ó, micsoda energiák, ez is föld energia, pénz, tehát ilyen Vénusz energiát kaptunk, és ez megint szűz. Kettes ház pénz, az egyik legerősebb pénzes kártya megint, itt van, kétszer megjelent nekünk. Mire kell figyelni a szűznek? Az értékeire. Mi az, ami értékes? Az egyik értékünk a szerelem, az egyik értékünk az egészségünk, és ha abban a szerelemben, abban a párkapcsolatban minket nem értékelnek eléggé, az rámehet az egészségünkre, és az egészségünk is az egyik értékünk. Tehát épp ideje itt valaminek véget érni. Kártyapakli aján 10-es kardok, a befejezés, a lezárás, nem könnyű, ez fájdalmas lezárás. Lehet, hogy épp ide el lezárni ezt a párkapcsolatot, mert rombol minket, vagy épp ideje befejezni például, micsodát. Hát azt, hogy nem értékelnek minket, hogyan is mondjam? Na, például ezt a sorozatot, hogy nem értékelnek minket, ezt épp ideje itt már lezárni? Épp ideje, hogy értékeljenek minket? Na, remélem, hogy érthető voltam. Tehát ezt le kell zárni, ezt az értéktelenséget.
épp ideje, hogy értékeljenek minket. És ezt mutatja nekünk ez a hatos is. Ez is kard, kardok. Tehát a hátunk mögött hagyjuk a nehezebb időszakot. Azt az időszakot, ahol minket nem értékelnek. És hova megyünk, hova haladunk? A jobb, a szebb időszakhoz, ahol tényleg értékelnek minket. Tehát ez változás, mind a kettő kártya azért változás. Változás. Valami véget érhet, például az egyedüllét véget érhet. Valami véget érhet, például egy bonyolult párkapcsolat, ahol rájövünk, hogy nem jó nekem ez, nem jó. Egyedül vagyok ebben a párkapcsolatban, nem hallgat meg a párom, nem segít, nem támogat. Vagy itt stabil párkapcsolat, nem értékel eléggé. Tehát épp ideje, hogy valami véget érjen. Milyen érdekes energiákat kaptunk. Tehát itt vannak ezek a kardok, ezekkel a kardokkal el tudjuk vágni azt a sok negatívumot. 16 darab kard, ez nem kevés. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Mérleg? Nos, hát szeptember 23-áig a mérleg a főszereplő, mert a Vénusz, a szerelem bolygója a mérlegben van. Tehát a mérleg megkapta az egyes házat. Egyes ház, én vagyok, a külső, a belsőm, a hangulatom. Milyennek lát a külvilág? Nos, hát mivel a Vénusz maga a szépség, itt a mérleg amúgy is szép, mert megkapta ezt a fantasztikus bolygót, de itt most még jobban megszépülhet a mérleg, egyszerűen sugározhat belőle a szerelem, a szeretet. Nos, 23-ától viszont a kettes házat meg fogják kapni a mérlegek, ez viszont a pénz, a Vénusz a pénz is, az értékek és az önértékelésünk. Nőhet az önértékelésünk, történhet valamilyen esemény, és a mérleg rájön, hogy többet ér. Vagy rájön, hogy nem eléggé megbecsülték például. Nos, nézzük, az egyedülállóknak mi van itt? Király, a kelyhek királya. Ó, hát ez maga a szerelem. Hát egy ilyen szerelmetes király. Rák, halak vagy skorpió elsősorban, de lehet ilyen romantikus, nagyon romantikus ez a király. Szépen tud udvarolni ez a király. Kelyhek, érzelmek, szerelem. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kártya, ha szerelemről beszélünk, ha pozitív dolgokról beszélünk. Mert ilyen művész lehet, művész lélek lehet ez a király. Akár lehet egy orvos, akár lehet pszichológus is, akár lehet egy festőművész is ez a király. De ez csodálatos. Tehát ez határozottan szerelem. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat, ez viszont ász. Ez viszont ász. És kardok, levegő energia, ti energiátok. Tehát ha van valamilyen probléma, akkor itt most meg lehet ezt oldani, meg lehet beszélni például. Ugye a kardok, ez maga ész, az ész, tehát ilyen okos megoldásra juthatunk, okos megoldás megtalálása lehet. Kellemes beszélni. Valamit tisztázhatunk például. Egy fontos döntést hozhatunk. Ász, ez új dolog. Új döntés. De ez pozitív kártya. Ezzel a karddal meg lehet szüntetni a vitákat, a konfliktusokat például. És az erő kártyája is, az erő kártyája is, igen. Ha eddig nem voltunk eléggé erősek, például megmondani a párunknak a véleményünket, vagy nem voltunk eléggé erősek azt mondani, hogy na, már pedig nem értékez eléggé, akkor itt van az esély. Megyünk tovább. Bonyolult párkapcsolat.
Bonyolult párkapcsolat. Ó, ez viszont nehéz kártya. Ez maga a torony. Leesett a ceruzám. Ez viszont a torony, tehát lehet látni, hogy mennyire nehéz kártya. A rombolás. Ráadásul nagyon hirtelen kártya. Hirtelen. Kijózanodhatunk. Történhet valami, és kijózanodunk. Hogy hoppá, mi a valóság? Valamire rájöhetünk, hogy átvernek minket például. Tehát történhet itt valami. Tehát ez azért ilyen viharos időszakot mutat, ilyen kellemetlenséget mutat. Tehát ilyen léggömb, ami kidurran egyszerűen. Megyünk tovább, még egy kártyát húzunk itt is azért. Itt is. Ha már mindenki kapott pluszba egy kártyát, akkor itt is legyen egy. Na nézzük. Ötös. Tűzenergia. Ó, meg kell birkózni valakivel, valakikkel, valamiért. A szerelemért, a párkapcsolatunkért, az önértékelésünkért. Tehát van itt valamilyen küzdés. Van itt valamilyen küzdés. Kártya pakli aján, viszont ugye levegő energia, ez viszont a lovag. Nagyon gyors vágtat hozza nekünk azt a hírt. Lehet, hogy pont ez a hír, amit megtudunk, ez sokkolhat minket. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Skorpió, nos, hát a Vénusz szeptember 23-áig a 12-es házat erősíti. Misztikus ház, titokzatos ház, a távoli földek háza. Lehet, hogy lesz egy titkos kapcsolatunk például. Vagy a párunkkal elutazunk egy ilyen izolált helyre. Egyébként a szállodák is ide tartoznak, a 12-es házhoz. 23-ától viszont a Vénusz a Skorpióban lesz. Tehát 23-ától a főszereplő a Skorpió. Mi lehet itt bármi? A Skorpió még szebb lesz, még vonzóbb lesz. Sugározni fog a szerelem a skorpiókból. Na nézzük az egyedülállóknak, mi van itt. 8-as levegő energia. Önmagában ez egy szúros, nehéz kártya, negatív kártya. A depresszió ide tartozik, a korlátozás, valami korlátozhat minket. Lehet, hogy egy régi sérelmek korlátoznak minket, tehát nem tudunk ezen túl lépni, túl jutni, és ez akadályoz minket az új párkapcsolatban. Tehát van itt valamilyen szúrós dolog, ezt tisztázni kell. Ezt tisztázni kell. A 12-es ház egyébként, ugye szeptember 23-áig, ahogy mondtam, a 12-es ház itt érintett. A befejezés, a megszabadulás, tehát ha van itt valamilyen szúrós dolog, akkor mi ettől megszabadulhatunk. A 12-es ház segíthet megszabadulni valamitől, vagy valakitől, lezárni valamit. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Ó, ez viszont a Vénusz. A Vénusz kártyája, és a Vénusz 23-ától a Skorpióban lesz. Tehát ez csodálatos, ez maga a szerelem, a boldogság. A Vénusz maga a pénz is, és ez a kártya is pénzt mutat. Ez csodálatos kártya, az anyasság kártyája ráadásul. Nagyon pozitív, egészséges kapcsolatot mutat, a kapcsolat növekszik, a kapcsolat fejlődik. Úgyhogy a családgyarapítás kártyája is. Tehát ez egy teli találat a skorpióknak. Megyünk tovább, és itt mi van? Bonyolult párkapcsolat. Hetes, tűzenergia, hát ez maga a védekezés, támadnak minket, és meg kell magunkat védeni.
Féltékenység lehet itt. Lehet a párunk nagyon féltékeny. Irigység is lehet. Hát igen. A társunk ilyen nyomasztó lehet. Támadhat minket. Folyton valami nem tetszik neki. Folyton gyanakszik. Tehát meg kell védeni magunkat, az álláspontunkat is megvédeni. Harcias kártya. Megyünk tovább. Itt is húzunk egy plusz kártyát. Ha már mindenki kapott egy kártyát, akkor természetesen, hogy a skorpiók is kapnak. A legmisztikusabb kártyát megkaptuk. A legtitokzatosabb kártyát megkaptuk. Ez a főpapnő, ő van a dobozkán is ráadásul. A 12-es ház a legmisztikusabb ház. Tényleg nem tudjuk ezt előre megjósolni, megérezni, megmagyarázni. Valamilyen láthatatlan erő segíthet nekünk. És ez egy védőkártya, így van. És a 12-es ház is ilyen. A láthatatlan erők segítenek nekünk. Lehet, hogy nem is fogjuk tudni, hogy majdnem bajba kerültünk, és megvédenek minket. Ez nagyon jó. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Nyilas! Szeptember 23-áig a Vénusz a 11-es házat fogja érinteni. A 11-es ház maga az internet, maga a csoportok, a barátok. Lehet, hogy az interneten valakivel megismerkedünk, vagy egy baráti társaságban, vagy egy konferencián. Vagy lehet, barátságból szerelem lesz. 23-ától viszont jön az izgalom, mert a nyilas megkapja a 12-es házat. A 12-es ház, ez maga a titok. Ez maga a befejezés, ez maga az izolált hely, a láthatatlan erőknek a háza. És ugye Vénusz a Skorpióban, tehát ez megint egy plusz misztikum. Mi lehet itt? Egy titkos kapcsolat lehet itt például. Vagy ami titkunk kiderülhet. Lehet a távkapcsolat, az is ide tartozik például. Vagy egy külföldivel akár egy kapcsolat kialakulhat. Na, de nézzük az egyedülállóknak. 8-as, van itt szenvedély. Ó, milyen gyors kártyát kaptunk. Tehát ez maga a szenvedély, a szerelem. Ha itt valami elkezdődik, akkor egyszerűen pörögni fognak az események. Jó kis pozitív kártyát kaptunk. Erős tűz energiát kaptunk, a ti energiátok. Stabil párkapcsolat, na mi van itt? A szerelmesek. A szerelem, a szeretet, a megértés, a partnerség kártyája, a szerződéskötés is, házasságkötés. Tehát egyszerűen itt összefonódik a két ember. Ez is csodálatos kártya. Megyünk tovább. Bonyolult párkapcsolat. Ez is egy 8-as, viszont, kejhek, van itt hold, teli hold. Érdemes odafigyelni, teli holdkor, vagy új holdkor, teli hold, itt már holdfogyatkozás lesz, szeptember 18-án, na hát ez egy külön történet, lesz külön videó a holdfogyatkozásról, tehát valamilyen fontos esemény lehet. Na, mit mutat nekünk ez a kártya? Búcsút, a kapcsolat vége. Tehát valamit vagy valakit ott hagyunk, valamiből, vagy valakiből elegünk lesz. A bizonytalanság is lehet itt, bizonytalanság. Nos, hát húzzunk még egy kártyát.
ha már mindenkinek húztunk, akkor a nyilas is kap egy kártyát. Király. Micsoda király? Bak, bika, vagy szűz lehet ez a király? Lehet szerelem ezzel a királlyal? Na most, ez a király mindenkinek az álma, mert van ő pénze, mert biztonságot nyújt, mert megbízható. Tehát ez egy teli találat. Ha házasságkötésről van szó, akkor ő a legideálisabb király a királyok közül. De mi van itt a kártya pakli alján? Azért nézzük csak, hatos, kelyhek, a múlt kártyája, a múltunkból valaki felbukkanhat. Lehet, hogy megkavarja az állóvizet. Ebben a kártya pakliban mutatom közelebbről, ebben a kártyapakliban lehet látni, hogy ugye itt van egy boldog pár. Egy boldog pár. Ez a hölgy viszont leskelődik utánuk. Lehet, hogy irigykedik? Nem örül a boldogságuknak? Tehát érdemes erre odafigyelni, és valamiből nagyon-nagyon elegünk lehet. 9-es és kardok, azt mondjuk, hogy elég volt, tűnjetek el tőlem, hes, elég volt. Valamiből vagy valakiből tényleg nagyon elegem van. Ezt például lehet látni itt. Itt már betelt a pohár. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Bak. Nos, hát szeptember 23-áig a Vénusz a 10-es házat fogja erősíteni, a legmagasabb ház. Ráadásul a baknak a háza. Tehát ez a státusz, a karrier, a cél, a célok, státusz, státuszváltás. Eddig nem voltunk házasok, most házasok leszünk. Ki tudja? 23-ától viszont a 11-es házat érinti a Vénusz, ez viszont az internet, a csoportok, a barátok, lehet, hogy az interneten valakivel megismerkedünk, vagy egy baráti társaságban, vagy ahogy szoktam mondani, a barátságból szerelem lesz. Na nézzük csak az egyedülállóknak. Király, ó, milyen komoly királyt kaptunk. A kardok király, a levegő energia dominál. Lehet, hogy egy ilyen királlyal fogunk megismerkedni, vagy az interneten keresztül, mert ugye kardok maga az internet, és ugye 23-ától, ahogy mondtam, az internet is itt azért szerepet kapott, vagy kap. Nagyon komoly ez a király, nem lehet a szívére hagyni, józanul gondolkodik ez a király. Lehet, hogy azt fogjuk érezni, hogy egy kicsit ilyen hideg, rideg, nem olyan romantikus, mint a kelyhek királya. Tehát nem tud olyan szépen, csodálatosan udvarolni, de attól megbízható még. Tarthat egy kis távolságot, ilyen távolságtartó is szokott lenni ez a király. Általában van felsőfokú végzettség ennek a királynak. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Stabil párkapcsolat. Ó, ez föld energia. Nagyon megbízható. Hát ez a lovag. Nagyon megbízható. Tehát itt van stabilitás. Itt van érték. Értékelnek minket. És ez egy értékes kapcsolat. Nagyon jó. Nagyon jó. Egyébként, ha megcsalásról van szó, akkor ez a lovag, ez nem szokta megbocsátani a megcsalást. Megyünk tovább. Bonyolult párkapcsolat és a halál. A Plutónak a kártyája. És ráadásul a Plutó szeptember 2-ától ismét a bakban lesz. És utoljára már a mi életünkben. Hát ez egy külön történet. Erről már vannak videók a csatornámon. Nos, tehát nagy változást mutat ez a kártya.
Valami véget érhet, ami már nem működőképes, akár a kapcsolatnak a halálát mutatja. De ez a nagy változásnak a kártyája, valami véget ér, és valami új elkezdődhet. Tehát itt dolgozik a Plútó. Megyünk tovább, húzunk még egy kártyát, az év kereke mit mond nekünk? Királynő, egy csodálatos királynő, rákhalak vagy skorpió. Ráadásul a bakkal szemben ott van a rák, úgyhogy igen, a bak és a rák azért vonzák egymást. Nos, de ez egy kellemes kártya. Pozitív vízenergiát kaptunk, gyógyító vízenergiát kaptunk, ilyen szerelmes vízenergiát kaptunk. Úgyhogy ez a kártya mutat boldogságot, szerelmet, gyermekáldást is mutat ez a kártya, megértést, a megértés kártyája is. Úgyhogy ez tökéletes. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Vízöntő. Szeptember 23-áig a Vénusz a 9-es házat fogja erősíteni, ez viszont a külföld, a felsőfokú oktatás, a hit, a vallás, a jogi ügyek, a bírósági ügyek. Lehet, hogy valakinek a kapcsolata hivatalos lesz, valaki lehet, hogy el fog válni, valaki lehet, hogy külföldre elutazik, és ott valakivel megismerkedik, a partner külföldi lesz. Valaki lehet, hogy elkezdi az egyetemi tanulmányokat, és akkor ott megismerkedik valakivel. Viszont 23-ától a 10-es ház lesz érintett, ez viszont a legmagasabb ház, a karrier, a státusz ide tartozik. Státusz, státuszváltás megint csak. Na de nézzük, az egyedülállóknak. Hármas, jó kis földenergia. Jó, jó kártya. A Vénusz nem csak szerelem, hanem pénz is, és ez egy jó kis pénzes kártya. Ez a kártya viszont hármas. Itt azért érdemes óvatosnak lenni, mert ha netán elkezdődik egy új kapcsolat, vajon nem lesz ez egy szerelmi háromszög? Azért érdemes erre odafigyelni, de egyébként pozitív kártya, amikor értékelnek minket, érmik, értékek. De azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy azért lehet itt szerelmi háromszög. Megyünk tovább, stabil párkapcsolat. A főpapnő. Na, akkor meg pláne. Tehát ugye a kirakás az egyik hat a másikra. A főpapnő, amikor megjelenik egy kirakásban, akkor azért érdemes odafigyelni, mert akkor van valamilyen titok. Valamit nem mondanak el nekünk, valamit eltitkolnak. Azt akarják, hogy valamiről ne tudjunk. Tehát azért érdemes erre odafigyelni. De stabil párkapcsolat, ami nekem tetszik, az odafigyelés, tehát a gondosság kártyája is ez a kártya. Megyünk tovább. Bonyolult párkapcsolat, ötös, ez szúrós kártya, ez határozottan fájdalmas kártya. Ez határozottan háború, csetepaték, szócsaták, kardok, mindent, amit mondunk, beszélünk, tehát jó kis szócsata lehet itt. Mind a két fél sérül. Nagyon-nagyon meg szokták bántani egymást. A szerelmesek, vagy nem szerelmesek már, de itt dobálják ezeket a csúnya szavakat egymásra. Van itt harc. Nos. Plusz még egy kártyát húzunk.
Olyan és megint az ötös, titokzatos az egész, és megint az ötös, a harc, a háború, a szócsata, a veszekedés, megint megjelent kétszer ugyanaz a kártya. És ráadásul a kártya pakli alján is egy szúrós kártya. Ez viszont megint egy hármas, nem érmék, hanem kardok, de megint egy hármas, tehát harmadik fél, szerelmi háromszög. És ez a kártya kardok hármas szokott mutatni. Hát szerelmi csalódás, igen, amikor összetörik az ember szívét, amikor hátba támadják, amikor kiderül, hogy kibeszélnek minket a hátunk mögött. Tehát megint ez egy szúrós kártya. És a hármas alatt ráadásul, ami nekem nem tetszik, az akasztott ember, az áldozat. Érdemes odafigyelni, nehogy áldozatok legyünk. Vagy ha áldozatok vagyunk ebben a kapcsolatban, akkor épp ideje ettől a szereptől megszabadulni. Tehát van itt valamilyen dologban, és alatta megint egy hármas, tehát megint ott van a szerelmi háromszög. Nem hiába megjelent nekünk ez a főpapnő. Nem hiába. Tehát ő, ha megjelenik, akkor biztos, hogy valami van. Valamilyen titok van. Érdemes megtudni azt a titkot, azt az információt, tehát kell nekünk egy információ. Nagyon sok a kard maga az információ. Itt vannak ezek a bölcs madarak, bölcs döntést, bölcs tanácsot adhatnak nekünk, felnyithatják a szemünket, tehát lehetnek ilyen emberek körülöttünk. Valami van a levegőben is, ráadásul ez levegő energia. Levegőenergia, vagy ilyen fagyos helyzet lehetik. Valami van, ami nekem nem tetszik. Nem alatta még egy ötös, ezt nem is vettem észre, most látom. Nem csak a hármas jött, a szerelmi háromszög, hanem egy ötös is. Kelyhek. A csalódás, a szomorúság, a keserűség, tehát valami van. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Halak, szeptember 23-áig a Vénusz a 8-as házat fogja erősíteni. Ó, lesz itt szenvedély, mert a Vénusz maga a szerelem, a 8-as ház maga a szexualitás. 23-ától viszont a 9-es ház érintett, ez viszont a külföld, a hit, a vallás, a jogi ügyek, a bírósági ügyek, a felsőfokú oktatás. Lehet, hogy az új párunk külföldi lesz, vagy külföldön valakivel megismerkedünk. Lehet, hogy elválunk. Lehet, hogy a párkapcsolat hivatalos lesz. Na nézzük. Lehet, hogy elmegyünk tanulni az egyetemre, és ott valakivel megismerkedünk. Na nézzük az egyedülállóknak. Kezdés. Ez lehet egy szenvedélyes kapcsolat. Ez lehet egy izgalmas vacsora. Egy meghívás. Tűzenergia. Tehát van itt szenvedély, van itt valamilyen szerelem a levegőben. Tehát kezd is elkezdődhet itt egyébként egy ilyen kapcsolat, tehát az első lépéseket itt megtehetjük. De akár ez a kártya mutathat ilyen, főleg itt a 8-as ház ugye érintett egy éjszakás kaland, tehát ez is benne van. Nos, megyünk tovább. Stabil párkapcsolat, a szerencsekerék. Karmikus kártya, karmikus kapcsolat. Ról van szó. Egy problémát megoldhatunk itt, amit eddig nem tudtunk megoldani, nem tudtunk tisztázni. Egy megoldhatatlan
problémának a tisztázása lehet itt. Szerencse kerék, együtt elutazhatunk valahova például. Megyünk tovább, romantikus utazás lehet itt. Bonyolult párkapcsolat, vízenergia, a ti energiátok, és ez lovag. A legszerelmesebb a lovagok közül. Tehát van itt szerelem, van itt boldogság, ez pozitív kártya egyébként. Ló, a lóhoz híreket, jó híreket kaphatunk, a ló is mutat utazást, mozgást. Lehet együtt elutazunk valahova. Lehet, hogy a párunk megajándékoz minket egy autóval, vagy egy lovacskával, ki tudja. Vagy egy kerékpárral. Tehát ez is azért a lovakhoz tartozik. A közlekedési eszközök, azok is ide tartoznak. Megyünk tovább. Na, még egy kártyát húzunk, ha már mindenki kapott egy plusz kártyát. Egyébként pozitív kártyákat kaptunk. Van itt szerencse, és az egyik oldalon tűzenergia, a másik oldalon vízenergia. Hát, imádom ezt a kombinációt, amikor a tűz és a vízenergia összefonódik. Érzelem, érzések, szenvedély. Van itt minden. Mi kell még? Hát ez nem kell. Hát ez nagyon nem hiányzott ide nekünk. Ez a torony, a hirtelen kijózanodás. Nagyon váratlan kártya. A hirtelen kijózanodás. Ráadásul a Neptunusz, ugye a ti bolygótok, az is a halacskákban van. A Neptunusz viszont most retrográd, úgyhogy adhat, ránk rakhatja azt a rózsaszín szemüveget. És itt hirtelen ez a rózsaszín szemüveg leesik rólunk. Lehetünk ebben a rózsaszín illúziós világban, és váratlanul valami kijózanít minket. Hát ez egy negatív kártya. Hát igen, itt a szerencsekerék, a szerencse viszont forgandó. Egyszer fent, egyszer lent. Húzzunk még egyet. Nagyon negatív kártyát kapni. Nagyon-nagyon. Plusz információ, de ez egy plusz információ, mivel a szerencsekerék is mutat utazást, mivel a lovag is mutat utazást, és ez a kártya a Marsnak a kártyája. A Mars viszont agresszív bolygó. Tehát a tűz, a baleset az is ide tartozik ehhez a kártyához, és a Marshoz. Jó, tehát az utakon érdemes vigyázni. Na nézzük ezt a kártyát, ez viszont a világ. Ez viszont csodálatos. Tehát valami véget ér, és valami új elkezdődik. Mint a szerencsekerék, mint ez a kártya mutat nekünk, hogy egy-egy ciklus véget ér, és egy új ciklus elkezdődik. Hát legyen úgy, hogy véget ér a rossz, és a jó elkezdődik. A boldogság elkezdődik. Egyébként ez egy második szint, ez egy magasabb szint. Nem ilyen érdekes? Hát igen, a jogi ügyek ide tartoznak, ugye a 9-es házhoz, a bírósági ügyek. Lehet, hogy végre valahára véget ér az a húzavona, ami évekig tartott. Az a bírósági ügy, az a válás, lehet, hogy már végre valahára véget ér. Megszabadunk ettől a börtöntől. Hát legyen így. Menjen a negatívum, és jöjjön a pozitívum. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!